Köszöntöm Önöket, ma is két témát ajánlok figyelmükbe. Nagy sikerrel debütált a múlt hétvégén a Vilkós Huli Béletben Xell Attila új darabja, a Ludas Matyi Junior, a főbb szerepekben Posonyi Takács Lászlóval és Ungvári Istvánnal. Utána pedig vendégünk lesz a sokoldalú Agócs Judit színésznő, aki nem csak remek művész, de kiváló műsorvezető is. Tartsanak velünk! Fazekas Mihály eredeti Ludas Matyi című története a 19. század elején íródott. A mostani történetünk azonban már a 20. század elején játszódik. Xell Attila főszereplőjének azonban esze ágában sincs hőssé válni. A premier előtt jártunk a Kisfaludi teremben. Ludlife, avagy hogyan is kerül a revű műfaja Fazekas Mihály 19. század elejé történetébe? A válasz roppant egyszerű. Ez a mese már a 20. század elején játszódik, ahogy Xell Attila író megálmodta, és útmutatásának megfelelően Szűcs Péter Pál, zene- és dalszövegszerzővel, valamint Fekete Miklós koreográfussal együtt felturbozták a mesét, amit 14 évvel ezelőtt már nagy sikerrel mutattak be itt, a Kisfaludi teremben. Az volt az első ilyen írásom, amit bemutatott egy színház, és erre én nagy büszke voltam akkor, és most is nagyon szeretem ezt az írást. Aztán úgy látszott, hogy a puding próbája az ebés, ették. Tehát szerették az emberek, gyerekek is, felnőttek is. Most egy picit, amíg eltelt 14 év, mások lettünk. Én nagyon picit változtattam csak rajta. Két felvonásos lett. Szűcs Péter Pál barátom segítségével került bele még két új szám is. Itt ő csinált a dalszövegeket is, a zenéket is. Úgyhogy meg egy picivel más csak a szereposztás, akit lehetett a régiek közül, még a stúdiósokat is megkerestük, és őket is visszahoztuk ennyi idő után. Mondhatom, hogy életem egyik legkedvesebb, legkellemesebb próba folyamata volt ez. A Miklós került be pluszba, Fekete Viki, aki nagy lendülettel vágott bele, és meglátjátok, ez a revű műfaj, ez neki nagyon a világa, és ebből a kevésből, ami nekünk itt van, abból ő bizony nagyon sokat hozott ki, és ez nagyon jót tett az előadásnak. Gazember! Libát még nem lőtt. Ha nem szereznek nekem libát, megbotoztatok mindenkit névsor szerint. Világos? Nem hallom? Igen is! Akkor indíts! Nyugtosságos ura! Mikorra hozzuk a libákat? Három. Egy. Kettő. Remélem élvezi a vadászatot, amíg él kisasszony. Nem szól, nem beszél. Nem baj. Majd beszél, ha a feleségem lesz. Ugasz, Kristill, a bizóró! Soha nem leszek a felesége. Jaj, tehogy is nem. Ne feledj el, hogy az ön édesatya tartozik nekem, és hogyha maga nem jön hozzá a feleségül, akkor börtönbe kerülnek mind a ketten. Hát kinek jó ez, Abigail kisasszony? Most mondja meg. Hát kinek jó ez? 14 év után a mostani előadásban az eredeti szereposztás visszatér a színészek Lubickolnak a rájuk osztott szerepekben. Döbrögi Roland az már 14 éve is a szívem csücske volt, akkor 75-ször játszottuk el, és most ez a felújítás, ez meg még kedvesebb talán a szívemnek. Annyit változott bennem a Döbrögi, mint amennyit én változtam a 14 év alatt. Hát igen, szóval egy 30-as évei közepén járó fiatalemberből egy 50-en túli fiatalemberré váltam. Más helyeken vannak a súlyok, ha lehet ezt mondani, és hát a tapasztalat az nagyon sokat számít, hiszen nagyobbnál nagyobb baromságok, nem tudok más mondani, jutnak az ember eszébe, ami előre viszi az adott jelenetet, meg az előadást. És hát állati jó játszani. Ez a törvény. Törvény? Na jó, a kisfia. Akkor majd én most megmutatom neked, hogy ezen a vidéken én vagyok a törvény. István! Változott a program. Nem libázunk, tanítunk. Abigail kisasszony, méltóztassék figyelni ezt. Igen, csak tanulságos lesz. Roland, megtenni a kedvemért, hogy elengedi ezt a fiút? Nem tehetem, drágaságom. Muszáj törvényre tanítanom a nép egyszerű gyermekét. Őrmester! Verjenek rá 25-öt most rögtön!
Fazekas Mihály történetének erkölcsi üzenete a mai ember számára több ponton is kérdéses lehet. Nos, ezekre is választ ad az újrapolírozott mese. Nagyon érdekes a Ludas Matyit egy ilyen feldolgozásban, egy ilyen újragondolásban megmutatni a gyerekeknek is, a felnőtteknek. Azt gondolom, hogy nem is kifejezetten gyerekdarab. Van egy olyan üzenete, ami nagyon meglepő, mert hogy mindannyian ismerjük a Ludas Matyi történetét, és most mégis egy olyan feldolgozásban találkozunk vele, ami egy olyan üzenetet hordoz, amit nem akarok elárulni még, de nagyon elgondolkodtató. És azt hiszem, hogy egy jobb világot élnénk, hogyha ez szerint, az elv szerint működnénk. Na kisfiam, remélem ma is tanultál valamit. Én, uram, a tanítást megköszönöm. Ha az Isten erőt áll, és életben megtart, meg is fizetek érte. Azért csak rója fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse. Háromszor veri ezt Kendel Ludas Matyi vissza! Ludas Matyi. Adja vissza a ludaimat! Miért adnám vissza? Te vagy a bajnok! Vedd vissza őket! Ludas Matyi. Addig is dobják a patakba! Indulás! Ludas Matyi! Matyi Ludas! Lukas Matyi! Mennyit változott 14 év alatt a történet kifutása vagy üzenete szerinted? Semmit. Itt egy egyszerű kérdés van, akarunk-e továbbadni olyan meséket, amelyeknek az igazsága megkérdőjelezhető. Mondj nekem olyan vallást, bármelyiket, amelyikben az van, hogyha egyszer megvernek, verd vissza háromszor. Nem, fogad fogért van, meg dob vissza kővel van, meg hasonlók. Ez egy akkor, már akkor, amikor ezt elkezdték, ezt a mesét így piedesztára állítani, már akkor problémás volt ez, tudod? Hogy azért, mert a népből származik, neki lehet háromszor. Nem lehet. Egyszer vissza lehet adni a pofont, kell is szerintem. De ha már háromszor, akkor már kezd durvulni a téma. És ha kezd durvulni a téma, akkor mindegy, hogy kidurvítja, az durvulást fog okozni. Erre próbáltuk felhívni a figyelmüket. Nem, a Ludas Matyi nem népmese. Az ott a nagy tévedés, tudod, az elmúlt évek, évszázadok nagy tévedése. Fazekas Mihály írta egy olyan ember, aki valami módon az akkori közviszonyokra próbált reagálni. Ma azt mondanánk rá, hogy politikai pamflettet írt tulajdonképpen, köze nem volt a gyerekekhez. És valahogy úgy próbálták régen ezt belénk súlykolni, hogy ez népmese. Nem, a népmesenél igazságosabb szerintem. Na, mi megpróbáltuk ezt a kis csorbát kiköszörülni benne, és úgy adni tovább a mesét, hogy a gyerek megértse, hogy mivel a problémánk. És hát, ha megérti. Na, lakod olyan, ti vagy becsapott, amit kíváncsi Birkát a villanypásztor, ezzel nem vagy? Türelem, Dörögi. Jó. Hamar túl leszünk rajta. Mi mit akar ezzel? Nagyon hát, elég volt. Ispán, őrség! Örösleges rikongatni, Dörögi uram. Kint vannak az erdőben. Maga beszél magyar? Születésemtől fogva. Mert nem vagyok én Ula szépítész. Csak egy egyszerű libapásztor, akit maga törvényre tanított. Tudja, errefelé a kölcsönt vissza szokták fizetni. Méghozzá kamatostul. Úgyhogy készüljön, mert jön. Az első részlet. Ha hozzám érsz, lelövetlek! Mi is a neved, kisfiam? Ludas Matyi. Minden színész nyilván szereti, hogyha többféle alakban megjelenik egy darabon belül a színpadon. Hát van ennek egy fizikai vonzata, ami azért nem egyszerű, sem könnyű. Hát remélem, hogy szeretni fogják. Ahogy az eredeti mesében is van, ezt ugye az Attila nem bolondította meg, tehát itt ugyanazok a karakterek vonulnak végig, amiket Fazekas Mihály megírt. Xell Attila első zenés vígjátékát 14 évvel ezelőtt mutatta be itt a társulat, most a jubileumi épületben újraélhetjük a mesét. Az ispánt Rupnik Károly alakítja. Kutyaszíró? Kutyaszíró? Törpepigypam? Örpepigypam? Büdös bogár, fúj nem köl! Sárga békanyál. Sárga békanyál. Van itt hol ezekből? István,
Sajnos nincs, uram. Sajnos nincs. Ráadásul Zsuzsi néni is nyugdíjba ment a herbáriából. A Vilkor Suli Bélet újabb sikervárományos előadásában közreműködnek a Győri Nemzeti Színház stúdiósai. Az énekes Ludakat Lánzin Beatrix, Nagy Johanna és Sikfrida alakítják, a jelmeztervező Győri Gabi. Egy kicsit a zeneiségét is megváltoztatjuk, kicsit elvisszük a 20-as évek világába, és adunk ennek egy inkább egy revű hangulatot, hogy ne legyen ez most azért annyira hasonló az előző 14 évvel ezelőtti bemutatóhoz. És én nagyon szerettem egyébként is mindig ezt a revű világot, ezt a show business-t, ami a 20-as évekre volt jellemző, és az összes kolléganőnek, akivel ezt itt együtt létrehoztuk, tetszett az ötlet, hogy vigyük ezt el egy kicsit ilyen irányba. Természetesen hozzáigazítottuk a jelmezeket, kiegészítettük ezekkel a gazdag boákkal, ami még inkább tükrözi ezt a világot, és hát természetesen a zenéje is újra lett hangszerelve, meg lett gazdagítva, és fel lett egy kicsit turbózva. Agó Csuditot sok mindenért szerethetjük, remek színésznő, kiváló, egyedi hanggal, prózai előadásokban, sőt már zenés előadásokban is remek alakításokat nyújtasz, és ami számomra újdonság volt, bár mondtad, hogy ez nem új, ez a szerep, hogy műsorvezetőként is megállod a helyed. Ugye a Kortársas Játékon egyedül vezetted a műsort, a nagy évű jubileumi gálán viszont partnered volt Forgács Péter igazgató, és ez a műsorvezetés is szakmailag kiváló volt, szórakoztató volt, és ami nagyon, nagyon jó, hogy belevittél egyfajta fanyar, iróniát, sőt néha... Bizonyos kereteken belül, igen, persze. És azért volt benne egy-két fricska is, hogy hogyan jött ez az újfajta szerep, úgymond, hogy műsort is vezetsz. Azt hiszem, hogy a 30 éves jubileum volt az első, amikor éppen Nagy Viktor igazgatása alatt ott egyedül vezettem azt a gálát, és ez a mostani, ez úgy jött, hogy az igazgató úr felhívott, és mondta, hogy szeretné, hogyha én lennék a partnere ezen a gálán, hogy vállalom-e, és mondtam, hogy nagyon szívesen, mert én ezt szeretem csinálni. Persze tényleg ez egy picit más volt olyan szempontból, hogy itt nem előre megírt szövegünk volt, hanem bizonyos dolgokat tényleg ott rögtönöztünk, vagy ahogy az élet hozta, de azt én a hajmeresztőben már jól megtanultam, hogy hogy kell rögtönözni. Mi a te sztorid, ami ehhez az épülethez, ehhez a társulathoz köt? Az én szüleimnek, akik komáromiak, akkortól volt bérletük, amikortól ezt a színházat megnyitották, ugye akkor én még csak 4 éves voltam, de aztán olyan 10 éves korom körül az édesanyám belázasodott, és én jöttem el az édesapámmal a 17. sorban, a Tímár bérlettel, az Öreg Hölgy Látogatása című darabra, amiben Berek Katit láttam, és emlékszem arra az érzésre, amikor ide beléptem, és megláttam ezt a csillárszintet, meg ezt a monumentális épületet. Nem tudom, hogy akkor azt éreztem-e már, hogy színész akarok lenni, de hogy olyan varázslatos volt, és olyan fenkölt, és csodálatos, és különleges számomra egyrészt Komáromból ide Győrbe jönni, ebbe a nagyvárosba, és belépni ebbe az épületbe, és látni ilyen színészeket színpadon, hogy ott elkezdődött bennem valami azzal kapcsolatban, hogy talán majd egyszer színész leszek. Aztán, hogy végül is aztán, amikor ide kerültem, ugye 99-nél léptünk mi ide, én 98. december 10-én volt az első olvasópróbám, és 99. február 12-én az első bemutatom az Ügynök halálában, ami még egy pici szerep volt, és az egy nagyon nagy emlékezetes bemutató volt olyan szempontból, hogy ez a nagy nézőtér talán félig volt a premiéren, mert akkora hóesés volt, és akkora hóvihar, hogy nem értek ide az emberek, de fantasztikus érzés volt ezen a színpadon állni már 24 évesen, ahhoz képest, amikor 10 évesen láttam itt a színészeket.
Az István a királyban mi az, amit sarolt szerepélben megtanultál a saját magad színészetéről? Nem mondom azt, hogy eddig nem voltam fegyelmezett színész, de azt hiszem, hogy itt még fegyelmezettebb lettem, mert számomra tényleg nagy nehézség az, hogy egy... Szóval aki tanult zenész, vagy tanult énekes, akinek ez a szakmája, az biztos, hogy sokkal könnyedebben mozog egy ilyenben. Én nagyon koncentráltan jövök be minden előadásra, és tulajdonképpen végig a színfalak mögött vagyok akkor is, amikor nincs jelenlétem. Ezt egyébként más előadásoknál nem szoktam csinálni. Tehát olyan, végig ott vagy takarásban? Szinte végig, igen. Tehát, hogy a zene az és egész az egésznek belém, a hangulatában igen, hogy benne ebbe, legyél? Igen, tehát, hogy, és tényleg azt mondom, hogy miután itt pontosnak is kell lenni, tehát itt nem lehet azt csinálni, hogy mondjuk, hogyha a prózában valamit elrontasz, akkor valahogy azért átsiklasz rajta, és odáig eljutsz, hogy végszót adja másiknak. Itt nem lehet beleakadni, bár egyszer előfordult velem, elmondom, hogy izgultam, mert Járai Máté barátom nézte pont az István a királyt. Mindig megemlítem. Hányszor megemlítem ezt a pasit? Minden interjúban, ugye? Majd ezt elmondjuk neki. És annyira izgultam, hogy ugye úgy kezdődik, hogy azt éneklem, hogy most már elég túl sok itt az ártalmas emlékezés. Ehhez azt énekeltem, hogy most már elég túl sok itt az ábrándos emlékezés. Annyira izgultam, hogy elfelejtettem. Tehát hiába koncentráltam ezerrel. De talán mondom, azt tanítja meg a zenés műfaj számomra, vagy például a sarolt szerepe, hogy még fegyelmezettebben és még koncentráltabban készülni egy előadásra. Emlékszem az ős bemutatón, hogy ezt Berek Kati énekelte, igen. Tehát nyilvánvaló, hogy már akkor is ott volt, hogy ezt egy nagyon határozott, fekete, úgymond hangú énekesnőnek kell. Ezzel a sötét tónussal megbarátkoztál már, hogy ez a te hangod? Hát végig kísér életemen keresztül, sőt 3 éves koromból van egy... kazetta, hát azóta majd egy CD lett belőle, amin énekelgetek, és pontosan ugyanilyen rekettes volt a hangom 3 éves koromban is. És egyébként ez a sötét tónus, most Berek Katiról jutott eszembe, ha ilyet el lehet mondani, már nem tudom, hogy ez az én számból nem lesz a saját magam dicsérete, de nem tőlem hangzott el, hanem azt annyira szeretném megosztani a nézőkkel, hogy amikor a Varga Miklós itt volt a premierem, akkor a szünetben mondta az igazgatónak, hogy engem mutasson be. Hát roppantul izgultam egyébként végig a premiéren, és bemutatott, és azt mondta nekem akkor a szünetben, hogy ő 30 év alatt sok saroltot látott, és sok saroltal játszott, de ezt még Berek Kati óta soha senki nem énekelte és játszotta el így, és hogy nagyon gratulál, és én mondtam neki, hogy köszönöm, de még van egy második felvonás, úgyhogy majd utána. De hát ez nagyon nagy erőt adott egyébként a második felvonás, amikor valaki, aki tényleg az István a király a vérében van, az ilyet mond nekem a szünetben. Ünnepi a pillanat, hiszen egy újabb országos ősbemutató születik Aréna címmel a jubileumi Győri Nemzeti Színházban. A rock and roll stílus hazai megteremtője Fenyő Miklós szinte már hazajár Győrbe. Eddig 3 musicaljét mutatta be nagy sikerrel a teátrum, tarolt korábban a Hotel Mentol, a Médi Hungária és az Aranycsapat is. Hamarosan egy teljesen másik műfajban láthat téged a nagy közönség itt a Nagy Színházban, ugye készültök Fenyő Miklós, Egressy Zoltán Aréna című musicaljére. Mesélj egy picit erről, milyen lesz ez a zenés darab, mit fogsz benne alakítani, egyáltalán az egésznek a hangulata. Én egy tanárnőt fogok benne alakítani, a Mikkának az anyukáját, akit a Klinga Peti játszik, akiben fiatal korában szerelmesek voltak többen. És végül a két partner közül, Jáger Andris, illetve Molnár Erik közül kiderül, hogy melyiket választom, de nem én vagyok a fővonal, tényleg a fiatalokról szól az előadás. Hát nagyon sok jó zene lesz benne, szerintem hasonlítható a Made in Hungáriához, a Hotel Mentolhoz, a Csini Babához, tehát ugyanaz a stílus. Táncolnom kell benne, épp most jövök a táncpróbáról, azt hittem ezt megúszom. De kell, bárhogy is próbáltam magam valahogy kihúzni belőle, nem mintha nem szeretnék, csak hát vannak, akik ezt jobban tudják csinálni. De énekelni most úgy tűnik, hogy nem. Úgy volt, hogy
nem tudom, azt el lehet mondani, hogy lesz benne a Dunaparti Rendezvú című szám, és úgy volt, hogy ezt az Erikkel közösen, de végül ő fogja valószínűleg, és én csak hátul megjelenek majd egy... Hát ezt nem is mondom el, ez legyen meglepetés. Operában! Mindig is ezt akartam a világon a legjobban! Ez már ezotéria, kedvesem! Mind azt húzzuk a sorsládájából, amit szeretnénk, ami igazán nekünk való. Csak van, aki ezt felismeri, van, aki vitatkozik vele. Aki a sorsával vitatkozik, annak szerencsétlen élete lesz, ezt jól jegyezzétek meg. Murai, aki szókimondó, 20 kérdés, gyermekem. Magyarország nagyjából hányad részét nyerte vissza a legutóbbi béketárgyalással? 30? Nagyjából 30%-át. Úgy van, helyes válasz. És Isten adja, hogy meg is tarthassuk őket. Bárha a Kalmár tanár úr által üldözött halálra ítéltre hallgatunk, ebben a háborúban mindent el fogunk veszíteni, még a területeinket. Nehéz téged egy dobozba zárni, hogy az Agolcs Judit az ilyen, meg olyan. Hála nem? Istennek. Nagyon, nagyon sokfélét játszhatsz. Örülök annak, hogy teljesen különböző szerepekben mutathatom meg magam a színházban, mert ez a szinkronban nincs így, tehát ott azért tényleg mindig afroamerikaiakat kell szinkronizálni, vagy kemény nyomozó nőket, nem egy szerelmes nőt például. De a hangom meg az alkatom együtt azért az megengedi, hogy különböző szerepeket játszhassak. És annak örülök, hogyha különböző is tudok benne lenni, mert ugye egy idő után megkapjuk mi színészek, hogy jó volt, de ebbe is ugyanolyan volt. De ha megvan a lehetőség arra, hogy teljesen más a karakter, és teljesen máshonnan közelítsd meg, akkor az egy nagyon nagy sikerélmény, hogyha sikerült tényleg teljesen különbözően megtenni. Bár most, hogyha visszagondolok, a szinkronnál is volt már olyan, hogy valaki azt mondta nekem, hogy nem ismert meg, és az is egy nagyon nagy elismerés, már nem emlékszem erre, hogy mi volt az, mert ugye annyi minden van tényleg, bár mostanában nem nagyon tudok szinkronizálni, de amik mentek azok közül, tényleg volt olyan, hogy ráadásul egy gyártásvezetőnek a lánya mondta, hogy jaj, anyu, hát ott a Júci, hallod a hangját, és az anyu, aki egyébként diszponálta arra engem, az nem ismerte meg a hangomat. Tehát annál nagyobb elismerés nincs. Mit szeretsz leginkább színészként, hogyha valaki a komfortzónádból kilök egy picit, tehát egy picit tornáztat abban a szerepben, vagy jobban szereted az ilyen mint a vaj, tudod, amikor kenyére kenjük, és megy az egész. Eklatáns példája ennek a Kripli. Hát az egyértelműen. Tehát ott nagyon küzdöttünk az elején. Én emlékszem, hogy a drága Balikó Tamás az először nem sokat adott volna érte, hogy mi az öreg asszonyokat a Molnár Jucival jól eljátsszuk. És aztán a főpróba héten kezdte látni, hogy hát ez működni fog, és... Hihetetlen, hogy akikről most beszélek, mert nem élnek, mert és a Margitai Ágival találkoztam Budapesten, aki meg akkor azt mondta, mert együtt játszott a Tamással, hogy Balikó Tamás mondta, hogy mennyire jó vagy ebbe a szerepbe, és majd lemegyek, megnézem. Hát aztán már nem jött le, de hogy igen. De hogy milyen érdekes, hogy Pestig ment a híre, hogy mennyire hát jó igen, volt ez a munka. Bemutattátok ott a Humor Fesztiválon. Igen. Ahol barátod elhozta. Igen. Legjobb Járai színész. Már, igen. Elvitte előle ma a legjobb színésznek járni. Ezt majd évek beszélem vele. Az egész gitelled egy butaság. Kilépek az egyletből. Kérem, miért könyvbe menni. Maga, nyugodj meg. Fáradt vagy, pihenned kell, aludj. Apa? Nem apa vagyok. Boka János vagyok. Én Boka János vagyok. Talán elalszik szegény. Itt van az egész gittelyed. Mit akartok? Hoztunk neked díszokiratot, amelyben piros tintával le van írva, hogy az egylet bocsánatot kért tőle. És hogy a nagykönyvben csupa nagybetűvel írtuk be a nevét. Nézők közül is sokan tudják, hogy édesanyja vagy, tehát egy újfajta időszámítás kezdődött el az életedben. Most nem menjünk abba bele, hogy család és vagy karrier, és hogy mennyire nehéz, szép és egyben nehéz feladat összeegyeztetni a gyermeknevelést a színészi pályával, de bármilyen más civil pályával, hanem inkább arra volnék kíváncsi, hogy az anyaság hogyan és mi módon változtatott a te színészi munkádon. Úgy gondolom, hogy sokkal érzékenyebb vagyok, de úgy vagyok érzékenyebb, hogy fogalmazzam ezt meg jól, tehát nem úgy vagyok érzékenyebb, hogy mondjuk régen mindenen,
ha rosszul szólt hozzám egy rendező, akkor elsírtam magam. Most nem sírom el magam azon, mert úgy gondolom, hogy az már nem annyira fontos. Tehát nem az a legfontosabb nekem, most már tényleg mindig az Artúr a legfontosabb. A színház akkor is csak az Artúr után van, akárhogy is nézzük, mert ha ő rendben van, akkor vagyok én is rendben. De olyan értelemben érzékenyebb vagyok, hogy a szerepeimben talán még jobban benne vagyok, vagy még jobban bele tudom magam ásni. Úgy gondolom. Aztán lehet, hogy ez nem tudatos, de akik körülöttem vannak, azok azt látják, illetve akik körülöttem vannak, itt a színházban is kollégák, barátok, azok mind azt látják, hogy engem nagyon pozitív irányba változtatott meg az anyaság. És én ennek nagyon örülök, hogy ez így lett. Van olyan szerep, amiben, ami nagyon megviselt pont emiatt, hogy az ember érzékenyebb lesz anyaként? Hát mondjuk a Pál utcai fiúk. Van a Nemecsek anyja, ugye, ahol meghal a Nemecsek. És azt úgy próbáltam be, hogy a pocakomban volt az Artúr. És amikor az Artúr született októberben, és azt hiszem, hogy januárban, tehát 3 hónap múlva játszottuk. Ugye azért tudtam én azt bepróbálni, mert nem mutattuk be szeptemberbe, csak januárba. És azért tudtam elvállalni, mert akkor ugye még ő nagyon pici volt, egyfolytában aludt, és nekem csak déltől 2:30-ig kellett mindig bellennem, mert miután ifjúsági bérletbe megy, és nem esti előadás. Így déltől 2:30-ig voltam bent, tehát pont amíg ő aludt. De hát az egy nagyon nehéz szerep, hiszen meghal benne a kisfiad. Tehát az borzasztó volt. És most is borzasztó játszani azt, mert azt nem tudod elkülöníteni a saját érzéseitől, amikor oda bemész, és azt játszod el. Tehát az nagyon ott van. Szeretnél esetleg most valakinek köszönetet mondani? Aki segíti a te munkádat? Én a jó Istennek szeretnék köszönetet mondani, és ezt teljesen őszintén így gondolom. Én minden színpadra lépés előtt imádkozom. Én minden este imádkozom. Elmondom azt az imát, amit mindannyian ismerünk, illetve a saját imámat. Nem hallaszik, az előbb félrebeszélt. Talán föleszmél szegény, ha benneteket meglátok. Menjetek csak oda, hogyha menjetek. A műsorvezetőt a Rúzs öltöztette. Rúzs. Stílus, divat, elegancia. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.